A mai videóban a méregtelenítésről lesz szó, arról, hogy miként tudod felgyorsítani természetes ételekkel, módszerekkel a méreganyagok távozását a szervezetedből. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárd! Fontos először is azt tisztázni, hogy a rövid távú méregtelenítésnek az 1-2-3 hétig tartó méregtelenítéseknek nem sok értelme van. A szervezeted nem tud néhány hét alatt regenerálódni egy olyan negatív állapotból, amiben mondjuk évtizedek alatt jutott el. Például egy elzsírosodott máj regenerálására legalább 2 évre van szükség, azaz valójában nem is méregtelenítésre van szükségünk, a szükség a szervezetünknek, hanem a táplálkozásunknak a végleges megváltoztatására. A permetszerek közül a legtöbb ember szervezetében a legnagyobb valószínűséggel a glifozát nevű vegyület van jelen. Ezt alkalmazzák a legtöbbet a tömegtermelésben, illetve a GMO-s gazdálkodásban is. 1974 óta, amióta glifozáttal permetezik a gabonamezőket, zöldségeket és gyümölcsöket, 10 millió tonnányi mennyiséget szórtak ki belőle a Földön. Ez 13 ezer olimpiai úszómedencének megfelelő mennyiségnyi vegyszer, ez iszonyatosan sok, és ez csak a glifozát. A második méreganyagforrást a modern élelmiszeripar biztosítja nekünk, tartósítószerek, növekedési hormonok, nitritek és nitrátok, színezőanyagok, alumínium szulfátok. A harmadik jelentősebb vegyi anyagféle, mely nagyon sok ember szervezetében ugyancsak jelen van, és akár nagyobb mennyiségben is, az pedig a gyógyszerekből ered. Az első fontos lépés az, hogy beindítsd a méreganyagok gyorsabb távozását, az, hogy tudatosan minél tisztább ételeket kezdesz el fogyasztani, és nem is elsősorban a zöldségekre gondolok, hanem inkább az állati eredetű ételekre, húsok, tojás, tejtermékek. Nyilván bármi lehet szennyezett, még az a zöldség és gyümölcs is, amit te magad termelsz meg otthon a kertben, hiszen a növény a levegőből és a talajból felvehet olyan méreganyagokat, amelyek létezéséről te nem is tudsz. Például, amit ugye a járművek vagy az ipari létesítmények bocsájtanak ki a földbe, vízbe és a levegőbe. A biogazdálkodásból, a kisebb családi gazdálkodásokból származó zöldségek, gyümölcsök, illetve állati eredetű ételek nagy eséllyel kevesebb szennyezőanyagot tartalmaznak, mint azok, amelyek a tömegtermelésből jönnek, tehát érdemes ezeket előnyben részesíteni. A feldolgozott húskészítmények esetén pedig ajánlott azokat választani, amelyek nem tartalmaznak szóját, illetve nitrit-nitrát származékokat. Tehát a méregtelenítés első lényeges lépése, hogy lehet, hogy bár nincsen szennyeződésektől teljesen mentes étel, de nagyon nem mindegy, hogy egy egységnyi méreganyagot viszel be, vagy 100 egységnyit hetente. A méregtelenítés második fontos lépése a zöldek megemelése a táplálkozásunkban, mint például a brokkoli, leveleskel, mángolt, sóska, kelbimbó. A zöldek a legjobb méregtelenítők, mert több szinten segítik a méreganyag távozását, így a máj megerősítésében, illetve a belek és a vesék méregtelenítésében is segítenek. A zöld színűeknél meg kell említeni a mikroalgákat is, a spirulinát és a klorellát, melyekkel meg tudod támogatni a zöldbeviteledet azokban az időszakokban is, amikor nem tudsz annyit fogyasztani belőlük. A klorella az egyik legjobb nehézfém kivezető, a spirulina alga pedig több mint 4000 vitális anyagot tartalmaz jól felszívódó formában. A harmadik lényeges méregtelenítő lépés, a legfőbb méregtelenítő szervünk a májunk munkájának a megtámogatása. A hiedelmek ellentétben a májban nincsen túl sok méreganyag, mert a máj csak végzi a méregtelenítést, tehát benne zajlanak le a méreganyag átalakítási folyamatok, de a mérgeket nem ő tárolja, hanem azokat elküldi a zsírsejteknek, azaz a mérgek többsége a zsírokban tárolódik, és nem a májban. A máj felvértezése olyan tápanyagokkal, amelyek megerősítik, amelyek támogatják a munkáját, nagy eséllyel javítani fog a test méregtelenítési folyamatai. A máj számára a 8 legjobb étel, illetve vegyület a máriatöv is kivonata, ugye ez a szilimarin, a zöldségek közül főként a zöldszínűek, zöldséglevek, a pittypank gyökér kivonata, az articsóka kivonata, az N-acetil cisztein, a bojtorán gyökérnek a kivonata, a
kolin, ez ugye a B8 vitamin és a glutation, amit külsőleg is be tudsz vinni, de számos étel fokozza a termelődését a testedben. A negyedik az emésztőrendszer méregtelenítése, mert először is a huminsav és a fulvosav kiváló. Ez két olyan vegyület, amely képesek nagy hatékonysággal a belegben felhalmozódó káros vegyi anyagoknak a megkötésére és eltávolítására. Elsősorban étrendkiegészítő formában tudod pótolni őket. A huminsav rendszeres fogyasztásával segíthetjük a jó baktériumok munkáját, és erősíthetjük azt a képességüket, hogy újra megteremtsék az egészséges mikrobiológiai környezetet. Az emésztőrendszer megtisztításának egyik lényeges lépése az is, hogy kevesebbet eszel, inkább jobb minőségű ételekből keveset, mint sokat, de silányat. A bélrendszerünk számára talán a legfontosabbak a növényi rostok, melyek legjobb forrásai a zöldségek, főként a zöldszínűek. A korábban már említett ugye leveleske, brokkoli, sóska, mángold. A beleikben lévő hasznos bélbaktériumok számára a zöldszínű zöldségek a legjobb táplálékok, tehát a zöldszínű zöldségeket fogyasztva tudnak a legjobban életben maradni és fejlődni. A vastagbél méregtelenítését pedig meg tudod támogatni az úti fűmaghéj rendszeres fogyasztásával, melyből reggelente egy kanállal keverj el egy pohár vízbe és itt meg. Az ötödik lényeges lépés a méreganyagok csökkentéséhez az a finomított szénhidrát bevitel visszaszorítása. Gabonaételek, cukrok és a többszörösen feldolgozott modern bolti ételek és italok. Azon túlmenően, hogy a modern bolti többszörösen feldolgozott magas finomított szénhidrát tartalmú ételek tele vannak vegyszerekkel, azért is fontos visszaszorítani őket, mert például a máj elzsírosodásához vezetnek, azaz nem csak szennyezik a testünket, de csökkentik a legfőbb méregtelenítő szervünk méregtelenítő erejét is. A méregtelenítés hatodik fontos lépése a vesék megtisztítása. Kevesen gondolnak a vesetisztításra, általában mindenki csak a májjal és a belek tisztításával foglalkozik, pedig a vesék legalább annyira fontos méregtelenítést végeznek, mint a májunk, hiszen a veséink szűrik ki a vérből a nem kívánatos anyagokat. Ez nagyon nagy munka, a testünkben lévő összes vérmennyiség fél óránként átfolyik a veséken, azaz naponta kb. 50-szer megszűrik a vérünket. A három legjobb vesetisztító növény a petrezselyem, a zeller és a gyermekláncfű vagy pitypang. Salátaként, turmixokba fogyaszthatjuk, illetve kaphatók szárított porformában is, melyeket italporként lehet használni. A méreganyagok távozásához a hetedik segítséget az elegendő alvástól kapod. Az agy méregtelenítését a legnagyobb hatékonysággal az elegendő és megfelelő minőségű alvással lehet elérni. A nap során az agyban felhalmozódó méreganyagok az alvás során tudnak távozni a testünkből, tehát ha nem alszol elegendőt, vagy csak rövid ideig sok megszakítással a testet, nem tudja eltávolítani a mérgeket az agyból. A kutatások alapján az agy méregtelenítése akkor a leghatékonyabb, ha oldalt fekszünk. A nyolcadik és egyben utolsó, de talán pont a legfontosabb teendő, ha meg akarod szabadítani a testedet a mérgektől, az a tiszta víz fogyasztása. A legjobb méregtelenítő a desztillált víz, azaz 100%-os H2O. Minél tisztább egy víz, minél kevesebb egyéb anyagot, például ásványanyagokat tartalmaz, annál nagyobb hatásfokkal tudja eltávolítani testedből a méreganyagokat. Az ásványvizekben lévő szervetlen anyagok, például a kálcium, nem igazán tud hasznosulni a testünkben, inkább csak lerakódik, vagy izommerevséget okoz, vagy vesekövet, epekövet. Ezen lerakódások feloldását is ugye méregtelenítés, hiszen a lerakódások nem kívánatos anyagok, és az eltávolításokat a desztillált víz rendszeres fogyasztásával tudod a legnagyobb eséllyel megvalósítani. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, mert így a következő videókról kapni fogsz értesítést. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!